Klé Csaba Sándor Klára. Egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem. Vámbéri Ármin. És a török-magyar nyelvcsere. Vámbéri mint nyelvész. Vámbéri Ármin nevét Magyarországon a legutóbbi évszázadban. Sokan azonosították a dilettáns nyelvésszel, aki nemzeti büszkeségből foggalkörömmel ragaszkodott ahhoz a tanhoz, hogy a magyar nyelv a török nyelvek családjába tartozik. Iskolai tananyag, hogy ő volt az ugortörök háborúnak nevezett, a napilapok hasábjain is zajló durva nyelvészeti vita negatív főszereplője, aki mindvégig kitartott a régi, hamis tanok mellett, szemben Hunfalvi Pállal is. Budenc Józseffel, akik viszont kiváló nyelvészek voltak, és a fölvilágosult tudományt képviselték, bebizonyítva, hogy a magyar nyelv valójában finnugor eredetű. A török párti, Vámbéri képtelen volt ezt elfogadni, hívei pedig erőszakosan támadták szegény finugristákat. Emindez azonban csak mítosz, ezt a képet a győztes tudományos paradigma kép. Viselői szerkesztették, lásd például, Pusztai, 1977. Ezért kimarad belőle, hogy Hunfalvnak szintén voltak tévedései, jó ideig a Hánszkit a rokonság lelkes híve volt, és 1856-ban még úgy vélte, az indoeurópai, a sémi és az altái nyelvfajokhoz közel áll a Dakota, Hunfalvi, 1856. Nem nagyon beszélnek arról, hogy nem csak a vámbéri oldalán hadba szálló publicisták fogalmaztak keményen, hanem a finnpártiak is. Vámbéri egyáltalán nem vádolható azzal, hogy csak az előkelő származás miatt föltételezett szoros török kapcsolatokat, hiszen maga írta, hogy némelyek kicsinyes és gyerekes nemzeti hiúságból becsülik többre az ázsiai rokonságot a finugornál, Vámbéri, 1883-13-14. Ó, kétségtelen, hogy Vámbérinek nagy számban voltak téves ötletei, etimológiáinak csak kisebbik részét mintegy egyharmadát lehetett később igazolni. Ne felejtsük azonban el, hogy kortársainak többsége sem dolgozott sokkal jobb hatásfokkal, az a fajta pozitivista precizitás, amely később a történeti nyelvészet alapköve lett, Vámbéri munkálkodásának első időszakában még nem volt követelmény. Nem voltak olyan forráskiadások, szótárak sem, amelyek lehetővé tették volna, hogy megfeleljen azoknak a kritériumoknak, amelyeket ma támasztunk a szótörténeti munkákkal szemben. Éppen ezért fontos azt is elmondani, hogy Vámbérinek voltak jó szóegyeztetései is, Hunfalvnak és Budenznek pedig szintén voltak később nem igazolható szóeredeztetései. A kép tehát már ezt illetően sem fekete és fehér. Még kevésbé az, ha Vámbéri nyelvészeti tevékenységét nem kizárólag etimológiái és összehasonlító nyelvészeti nézetei alapján értékeljük. Ez azért nyújt torc képet, mert Vámbéri ugyan valóban nem követte szorosan az akkor alakuló pozitivista nyelvtörténet szigorú szabályait, de sokkal inkább figyelembe vette a nyelv társadalmi és történeti beágyazottságát, mint kortársai nem véletlenül, hiszen a közép-ázsiai törökségről is elsősorban etnográfusként gyűjtött adatokat. Sokkal inkább hajlott tehát a felé a megközelítés felé, amelyből később az antropológiai nyelvészet kibontakozott, hanem. És KOL a KOLT úra 201,4278 tökéletesre sikerült volna közép-ázsiai résztvevő megfigyelése, az életével fizetett volna. Érte, ezzel magyarázható, hogy sokkal tisztábban látta nyelv és etnikum viszonyát, mint kortársai, nem árt ezt hangsúlyozni, mert kevesen tudják. Hunfalvi például soha nem mondott le arról, hogy nép és nyelv eredete és története azonos. 1883-ban írta, a nemzetek etnikai eredetét az illető nyelv eredetével egynek kell tartani. Hunfalvi, 1883-35. Ó, Vámbéri rég túllépett ezen a fenntarthatatlan nézeten, mert pontosan látta, hogy a nép kialakulása folyamat és a nyelv folytonosságától függetlenül etnikai keveredéssel jár. Bírálta is Hunfalvit a fent idézett szemléletért joggal. Az igazságosság és a történeti hűség azt követeli tehát, hogy szabaduljunk meg attól a mítosztól, amely Vámbérit csak sötét színekkel festi le egy. Az természetes, hogy minden közösség olyan mítoszokat teremt magának, amelyek magát jó, ellenfeleit rossz színben tüntetik föl, így tettek azok is, akik hitvitaként értelmezik a Vámbéri és Hunfalvi, illetve Budenc között lezajlott tudományos vitát. Tudnunk kell azonban, hogy a mítoszok elfogultak, és ennek megfelelően a Vámbériról kialakított és a közgondolkodásban élő kép is torc és egyoldalú. Az utóbbi évtizedben jelentős változást hoztak az előítéletes Vámbéri kép megváltoztatásában Vámbéri fölnevelő városa, Dunaszerdahelyek közösségének, a Vámbéri polgári társulásnak a Vámbéri munkásságát jobban megismertető törekvései, s nagyon fontos az is, hogy újra kiadják Vámbéri könyveit. A Vámbéri halálának századik évfordulója alkalmából meghirdetett Vámbéri emlékév rendezvényei, kiadványai Magyarországon és külföldön egyaránt szintén jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Vámbéri Ármin végre az őt megillető méltó helyre kerüljön a magyar tudománytörténetben. 2.
Itt az ideje annak is, hogy vámbír jár, mint ne csak etnográfusi leírásaiért, szövegkiadásaiért, úttörő filológiai munkáért ismerjük el, érdemes lesz majd újraértékelni azt is, hogy vámbéri mint nyelvész milyen életművet hozott létre. Ebben az írásban ennek egy részletével foglalkozom, azzal, hogy vámbéri szerint a nagyszámú török kölcsönszó egy egykori török etnikum beolvadása révén került a magyarba. Azért érdekes ez a kérdés, mert később több alkalommal is fölmerült annak a lehetősége, hogy a magyarba került török szavak az egykori török etnikai komponens nyelvéből megőrzött emlékek volnának. Vámbéri nyelvcsere elmélete. A közhídelemmel ellentétben vámbéri soha nem mondta, hogy a magyar nyelv ne volna egyben finnugor is, a magyart mindvégig finnugor és török nyelvnek tartotta. Ebben az ő korában semmilyen ellentmondás nem volt, hiszen az altáji és az uráli nyelveket még jóval később is kapcsolatba hozták egymással. Azt illetően, hogy a magyar a török vagy a finnugor nyelvekkel áll-e közelebbi rokonságban, többször is változott a véleménye. A Magyar és Török Tatár Nyelvekbeni Szóegyeztetések című 1869-ben megjelent munkájában úgy foglalt állást, hogy a magyar gyökere finnugor, rokonsága a törökkel későbbi. Amikor Budenc József 1871 saját korábbi nézetével is szembeszállva szigorú kritikát írt erről a könyvről, vámbéri részben a bírálatra adott reakcióként fogalmazta át korábbi nézetét. 1882-ben jelent meg A magyarok eredete, vámbéri, 1882, című könyve, ebben már elsődlegesen töröknek, másodlagosan finugornak tekintette a magyar nyelvet és népet. Később azonban visszatért eredeti nézetéhez, 1895-ben kiadott A magyarság keletkezése, vámbéri, 1895, illetve utolsó, már csak halála után megjelent, A magyarság bölcsőjénél, vámbéri, 1914 című könyvében azt fejtette ki, hogy a magyar nyelvtörzse, nyelvtana túlnyomó részt finnugor, szókincse viszont nagymértékben török. Ezt vámbéri úgy magyarázta, hogy a magyar keveréknép és a kiformálódó új népuralkodó etnikuma a török volt. Fölhívta a figyelmet arra is, hogy csak nyelvi, s ne etnikai rokonságról beszéljünk, hiszen a magyar, miként Európa valamennyi népe, több etnikum keveredéséből jött létre. Összegzése szerint. A magyar nép és nyelv fejlődési folyamatának legelején inkább az ugor, mint a török elem van előtérben, de a magyar nyelv etnikumának későbbi fejlődéséről már nem lehet ezt elmondani, mert ekkor a török elem az irányadó, s a családi életre, vallásra, államszervezetre, hadi dolgokra, etikai és morális fogalmakra vonatkozó szók nagyobbára török eredetűek. Röviden ezt így lehetne mondani, a magyarság ugor származék, mely idők. Múltával eltörökösödött, s a világtörténetbe már mint török nép lépett be. Vámbéri, 2008-38-39. Ó! Ez a nézet kissé átfogalmazva lényegében. Ma is megállná a helyét. A népnyelv etnikum fejlődése helyett ma már azt mondjuk, hogy ezek változnak, átalakulnak, pontatlan az eltörökösödött kifejezés is, hiszen a magyar nyelv ma sem a török nyelvek közé tartozik, de lehet igaz, hogy a honfoglaló magyarok között magas lehetett. A török etnikai komponens aránya az is. Igaz, hogy a magyar nép nyelvében nem. De kultúráját tekintve valóban eltörökösödött, s az is igaz, hogy ez a 9-10. Századi. Világ számára egyáltalán nem volt kétséges. Azt sem tagadhatjuk, hogy a magyar nyelvet a honfoglalás előtt nagyon intenzív török hatásnak kellett érnie, ha több mint 1000 évvel később többszörös kultúraváltás után olyan mennyiségű török eredetű szót használunk a mindennapi nyelvben, ámen. Mit használunk? Vámbéri tehát az erősebbnek, szövetségszervezőnek gondolt, szerinte a magyarság részét képező török etnikai elem szempontjából gondolt nyelvcserére joggal. Hiszen ha föltételezzük, hogy a honfoglalás előtt a finnugor nyelvű magyar néprészekhez törökök is csatlakoztak, akkor ők nyilvánvalóan nyelvet cseréltek. Vámbéri arra azonban nem tudott magyarázattal szolgálni, miért vették át a vélekedése szerint kulturális, majd később számbeli fölényben is lévő törökök az ugorok nyelvét. 1895-ben A magyarság keletkezése és gyarapodása című munkájában így fogalmazta meg azt az elméletet, amelyet később többen is megpróbáltak újra gondolni, kiemelés az eredetiben. Ez a nézet kissé átfogalmazva lényegében ma is megállná a helyét. A népnyelv etnikum fejlődése helyett ma már azt mondjuk, hogy ezek változnak, átalakulnak, pontatlan az eltörökösödött kifejezés is, hiszen a magyar nyelv ma sem a török nyelvek közé tartozik. De lehet igaz, hogy a honfoglaló magyarok között magas lehetett a török etnikai komponens aránya, az is igaz, hogy a magyar nép nyelvében nem, de kultúráját tekintve valóban eltörökösödött, s az is igaz, hogy ez a 9-10. Századi világ számára egyáltalán nem volt kétséges. Azt sem tagadhatjuk, hogy a magyar nyelvet a honfoglalás
előtt nagyon intenzív török hatásnak kellett érnie, ha több mint 1000 évvel később többszörös kultúraváltás után olyan mennyiségű török eredetű szót használunk a mindennapi nyelvben, amennyit használunk. És KOL a KOLT ura 201,4280 a nyelvi nyilvánvalóság alapján ítélve úgy látszik, hogy e nyelvtest csontváza. Ugor, húsa és vére azonban török eredetű volt, hogy azonban a hanok és avarok nevén ismeretes törökségre az alája rendelt ugorság csupán az idő folyamán hatott-e, vagy hogy az ugorok eredeti törzsbeli odatartozásának-e mélyre vágódó nyoma mindjárt kezdetben maradt-e nagy számuk következtében, ezt, úgy hiszem, nehezen lehet valaha végleg eldönteni. Csak feltételesen volna szabad elfogadnunk, hogy az eredeti ugor többség a mindinkább szaporodó török elemek hatásától etnikai tekintetben átalakult, de nyelvi tekintetben megbírt maradni. Vámbéri, 1895-94. Ó! További nyelvcsere elméletek. Gombot Zoltán 1912-ben megjelent munkája új korszakot nyitott a magyar nyelv török kölcsönszavainak kutatásában. Gombot egyértelműen kölcsönszavaknak, s nem nyelvcsere után maradt örökségnek tartotta a magyar nyelv török elemeit, tekintélye végképp eldöntötte, hogy a nyelvcsere elmélet szinte eltűnt. Mégis voltak néhányan, akik Vámbérihoz hasonlóan a magyarokhoz nyelvileg asszimilálódott egykori török vezető réteg nyelvéből származtatták a magyar nyelv honfoglalás előtti török szavait. Zichy István 1939-ben megjelent Magyar őstörténet című kiskönyvében Vámbérinál összefogottabban és jóval részletesebben fejtette ki elméletét. Nézete szerint a Káma és Pecsora vidékén élő, erdőlakó, halászó és vadászó ugor népeket a későbbi Baskíria területét birtokló nomád, de prémkereskedéssel is foglalkozó onogurok hajtották uralmuk alá, hogy prémben fizettessenek velük adót. Az alacsony szintű kultúrában élő ugorok nem vágytak többre, így a fejlettebb onogurok prémkereskedő csoportjai tanulták meg alattvalóik nyelvét, majd később tőlük a többi onogur is elsajátította ugyanezt a nyelvet. Amire nem volt szava a fejletlenebb kultúrát tükröző ugor nyelvnek, azt az onogurok megőrizték török nyelvükből, Zichy szerint innen valók a magyar nyelv török kölcsönszavai. Az onogurok természetesen kétnyelvűek maradtak, de az ugor uráli eredetű nyelvkorán már az 5. század előtt elterjedt közöttük, hiszen a vándorlások során leszakadt, később Julianus által megtalált volgai magyarok már az ugor magyart beszélték. Ugyanakkor a török nyelvismerete igaz egyre kisebb csoportokat érintően egészen a 11. század második feléig megmaradt. Zichy szerint ezzel magyarázható, hogy a magyar törzsnevek és személynevek között olyan sok a török eredetű. Az onogur eredetű török nyelv végső eltűnésének okát Zichy abban látta, hogy megszűnt a kapcsolat az onogur magyarhoz közel álló török nyelvekkel, a volgai, illetve a dunai bolgárral, ez utóbbival azért, mert a dunai bolgárok elszlávosodtak. Zichy tehát etnikai egybeolvadásról sokkal kevésbé beszél, mint Vámbéri, számára a magyarok lényegében onogur törökök, csak nyelvet cseréltek. Különösen érdekes, hogy a nyelvcsere társadalmi és kulturális vonatkozásaira egyébként igen érzékenynek mutatkozó Zichy milyen nagyvonalúan érvel azzal, hogy a török nyelvű onogurok a prémkereskedés kedvéért egyszerűen megtanulták alattvalóik nyelvét. Nem indokolja azt sem, hogy még ha így lett volna is, mi okból tanulták volna meg a prémkereskedő onoguroktól a többi onogurok az alacsony műveltségű ugorok nyelvét. Nem ad magyarázatot arra sem, miért vált volna az egyébként korábban csak az erdőlakó ugorokkal használt alattvalói nyelv a vándorlások korára kétnyelvűnek vélt etnikailag és kultúrájában török-magyarok domináns nyelvévé. Elméleteit kidolgozottabb, de irreálisabb, mint Vámbéri ötlete, hiszen szembe megy minden tapasztalattal, amit a nyelvcsere társadalmi kulturális politikai dominanciára épülő okairól tudunk. Hosszú idő után Halasi Kun Tibor vetette újra föl a nyelvcsere elmélet módosított változatát 1990-ben. Nézete szerint a török eredetű magyarság nyelvcseréjét az okozta, hogy a harcok emberveszteségének pótlására a nomádok ágyasaiktól származó gyermekeiket is a közösség teljes jogú tagjává fogadták. Ezeket a gyerekeket viszont nem török származású anyjuk nevelte, a magyarok mint sztyeppei nomádok harcos társadalomban éltek, patriarchális tradíciókkal és matriarchális nyelvi behatással egy poligamikus társadalmi keretben, és mivel a férfiak gyakran voltak távol, a nők váltak a fennálló tradíciók hordozóivá, miközben a saját nyelvüket átplántálták az őket bekebelező társadalomba. Halasi Kun elméletével legalább olyan nagy bajok vannak, mint Zichyével, azt kellene hinnünk, hogy a török anyától származó gyerekek nem érintkeztek ugor magyar anyától származó fivéreikkel, nővéreikkel, valamint azt, hogy a szolgák, ágyasok mind ugyanabból a népcsoportból kerültek ki, és nagy számban voltak jelen, s még azt is, hogy a gyerekek nem tanulták meg féltestvéreik, apjuk, családjuk, nemzetségük, törzsük török nyelvét, mindhárom föltétel igazolhatatlan és meglehetősen valószínűtlen.
Vámbéri, Zicsi és Halasikun nyelvcsere elméletében közös, hogy a magyar nyelv honfoglalás előtti török kölcsönszavait a Magyar Törzsszövetség vezetőjének vélt török népek nyelvéből származtatták, a képlet szerint az uralkodó réteg asszimilálódott volna, de sokat megőrzött eredeti nyelvéből. Azaz, a magyar nyelv török kölcsönszavai ebben az esetben valójában megőrzött szavak, legalábbis a beolvadt törökök szempontjából. Ehhez hasonlít az a Tóth Sándor 1996 által kifejtett nézet, amely a kabarok nyelvéből származtatja a magyarba került török szavakat, csak ebben az esetben nem a beolvadt vezető törzsek, hanem a beolvadt csatlakozott törzsek nyelvében volna megőrzött régiség a kölcsönszavak tömege. Zicsi és Halasikun elmélete egyértelműen hibás, minden egyes elemük ellentmond a nyelvészeti tényeknek, a mögéjük rajzolt történeti háttér szintén irreális. Vámbéri sokkal visszafogottabb, nem alkot meseszerű történelmet, hiszen mindössze annyit mond, hogy egy ugor népesség találkozott egy török népességgel, s ugyan kulturálisan a hatása alá került, de nyelvileg nem. Ezt egyébként ma is így gondoljuk. Lehet-e abban is igaza, hogy a török kölcsönszavak valójában nem kölcsönzésből származnak, hanem az egykori török nyelvű, de asszimilálódott török népesség egykori nyelvének maradványai? Pontosan ugyanez a kérdés Tóth fölvetésével kapcsolatban is, lehet-e a magyarban lévő honfoglalás előtti török kölcsönszókészlet a kabarok nyelvének öröksége? Azt természetesen tudjuk, hogy a magyar törzsekbe beolvadt török és iráni etnikai csoportok egészen biztosan nyelvet cseréltek. Történeti szociolingvisztika, kölcsönzés, szubsztrátum. A továbbiakban a történeti szociolingvisztika szemléletével vizsgálom meg annak lehetőségét, hogy magyarázható-e szubsztrátum jelenségként a magyar nyelv török szókészlete. A történeti szociolingvisztika elméleti alaptétele jellelve, azaz, hogy a nyelv általános tulajdonságai és a nyelvi változások lejátszódásának folyamata azonos az emberi történelem folyamán, Labov 1994-21-23. Ó, a történeti rekonstrukció közben hasznos emlékeznünk Labov 1994-11. Ó, azon megjegyzésére is, hogy a történeti nyelvészet annak a művészete, hogyan lehet a lehető legjobb eredményt kihozni torzult és hiányos adatokból. Jellelvének nyelvészeti alkalmazásaként az egykori török-magyar kapcsolatok vizsgálatában érdemes a nyelvi kölcsönzések természetének általános leírását tartalmazó munkát alkalmazni, ilyen Tomason és Kaufmann munkája, melyben számos, ma megfigyelhető nyelvi kontaktus leírása alapján alkották meg a nyelvi érintkezések tipológiáját. A jelenleg zajló nyelvi kontaktusok vizsgálataiból jól tudjuk, hogy a kölcsönzés és a szubsztrátum nyelvi lenyomata nagymértékben különbözik egymástól. Kölcsönzésnek nevezzük, ha egy nyelv anyanyelvi beszélői más nyelvből emelnek át elemeket saját nyelvükbe, de megtartják eredeti anyanyelvüket. A nyelvi érintkezés intenzitása alapján. Is KOL a KULT úra 201,4282 Tomason és Kaufmann egy skálát állított föl, amely a kölcsönzés jellegzetes fázisait tartalmazza. Ez tulajdonképpen egy implikációs skála, ez azt jelenti, hogy ha azt tapasztaljuk, hogy egy kontaktus valamelyik szint jellegzetességeit mutatja, akkor már átment a kölcsönzés korábbi fázisain, azaz az előtte lévő szintek jellemzőit is meg fogjuk találni. A kölcsönzési skála szerint az első fázis mindig a szavak kölcsönzése, és már az enyhe strukturális nyelvtani kölcsönzést is nagymértékű szókölcsönzés szokta megelőzni. A szubsztrátumhatás nyelvcsere után megfigyelhető jelenség és felnőtt nyelvtanulás révén keletkezik, a kritikus periódusnak nevezett nyelvtanulási szakasz lezárulta után a másodnyelv elsajátítása már általában nem tökéletes. Így amikor egy közösség felnőtt generációi közül sokan sajátítják el a másodnyelvet, akaratlanul is olyan változatát alakítják ki, amelyben anyanyelvük szemlélete, hangzásbeli sajátosságai visszaköszönnek, leginkább azok a nyelvi elemek jelennek meg a szubsztrátumban, amelyek a legkevésbé tudatosulnak. Ugyanúgy, mint amikor idegen nyelvet tanulunk, hiszen pontosan erről van szó. Ezért van, hogy a szavak nem jellemző részei a szubsztrátum jelenségeknek. Ha a következő generációk szüleiktől az új nyelvnek ezt az eredeti anyanyelv által módosított kontaktus változatát tanulják meg, a közösség régi anyanyelvének nyomai is megőrződnek, legalábbis egy ideig. Kisebb erre az esély, ha a másodnyelv folyamatosan jelen van, és a felnövő generációk alapnyelvi szinten is elsajátíthatják, hiszen folytonosan érintkeznek a másodnyelv eredeti változataival, s nem csak a saját csoportjuk előző generációja által kialakított kontaktus változattal. 3. Minél erősebb egy nyelvi elem kognitív beágyazottsága, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a nyelvet cserélő csoport átviszi az új nyelvbe. Egy nyelvi elem kognitív beágyazottságának mértéke függ például használatának gyakoriságától, strukturális beágyazottságától, jelöltségének fokától mind relatív, az érintkező nyelvek közötti, mind abszolút, univerzális pszicholingisztikai értelemben. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy egy nyelvi elem erőssége attól függ, mennyire szorosak az adott elem asszociatív neurális hálózati kapcsolatai.
Ebből következik, hogy a szubsztrátum jelenségek a fonológiában és a mondattamban a leggyakoribbak és ritkák a szókincsben. A kölcsönzést és a szubsztrátum hatást tehát elsősorban a nyelvi beágyazottság mértéke különbözteti meg, illetve az, hogy egy elem mennyire hozzáférhető a nyelvi tudatosság számára. A nyelvi tudatosság számára való hozzáférhetőség azt jelenti, hogy mennyire könnyen szegmentálható egy-egy nyelvi elem a beszélők számára, a szavak könnyen, a hangrendszer belső szabályai, a nyelv kategóriárendszere, hogyan, milyen egységekre, alegységekre osztja a világot, és szemlélete, igemódok, igeidők, többes és egyes számhasználata, mi számít egységnek, stb. Nehezebben érhetők el a nyelvi tudatosság számára. A kölcsönzés esélye annál nagyobb, minél lazább az asszociatív kapcsolathálózat, amelybe az új elemet bele kell illeszteni, illetve minél könnyebben szegmentálható egy nyelvi elem a nyelvi tudatosság számára. A szubsztrátum esetében éppen fordítva, minél nehezebben fér hozzá a nyelvi tudatosság egy-egy elemhez, annál nagyobb az esélye, hogy nyelvcsere után megőrződjön az új nyelvben. A kölcsönzés lehet fölismert és rejtett is, azaz a beszélők észrevehetik, hogy másik nyelvükből származó elemet használtak, de maradhat ez rejtve is, éppen ezért fejezi ki Johansson 1992 terminusa a másolás, sokkal pontosabban azt a pszicholingvisztikai folyamatot, amelyet hagyományosan kölcsönzésnek neveznek. 4. A szubsztrátum hatásként megmaradt elemek viszont rejtettek, a beszélők többnyire nincsenek tudatában annak, hogy egy nyelvi elemcsoportjuk egykori anyanyelvének lenyomata. A kölcsönzésben a leggyakoribbak tehát azok az elemek, amelyek könnyebben fölismerhetők a nyelvi tudatosság számára, a kölcsönzés első fázisaiban csak ilyen elemeket másolnak a beszélők. Éppen a fölismerhetőség teszi a kölcsönzött elemeket alkalmassá arra, hogy szimbolikus identitásjelző funkciót kapjanak, például ha a másodnyelv mögött álló kultúra nagy tekintélyű, és a kölcsönzött szavakkal ennek elfogadását, az odatartozás vágyát fejezik ki, hiszen a kölcsönszavak az átadó nyelvet, rajta keresztül a mögötte álló kultúrát is szimbolizálják. A rejtett kölcsönzésre példa viszont a jelentés kölcsönzés, de szavakat is lehet rejtetten másolni, intenzív kétnyelvűség esetében gyakori, hogy a beszélők minden kulturális októl függetlenül egyszerűen pszicholingvisztikai okból kölcsönöznek, gyorsabban hívnak elő bizonyos szavakat a másodnyelven, mert mondjuk a másodnyelvükben sokkal gyakrabban használják azt a bizonyos kifejezést, vagy egy meghatározott kontextusban, például szakmai szövegben, gyakrabban használják a másodnyelvet. A fölismert, de erős identitásjelzéshez nem föltétlenül kapcsolódó kölcsönzésre példa a kölcsönzés legkorábban azonosított fajtája, a kulturális kölcsönzés, ha egy csoport valamilyen korábban ismeretlen fogalommal, tárgyal, jelenséggel találkozik, vagy ha ezek ugyan már ismeretesek voltak a csoport tagjai számára, de új változatukkal találkoznak, akkor elsődlegesen a jelenséget, a szokást ismerik meg a másik csoporttól, és ennek következménye, hogy a kulturális újításhoz tartozó szavakat is átveszik. A kölcsönzés folyamataiban tehát a nyelv kognitív összefüggései mellett a társadalmi kulturális politikai tényezők, azaz a nyelvhasználat szimbolikus vonatkozásai is nagyon nagy szerepet játszanak, a szubsztrátum hatás kialakulását azonban a nyelv kognitív beágyazottsága irányítja. Erős egyszerűsítéssel, a kölcsönzött szavakkal tudunk elvárásokat, értékeket, igazodást kifejezni, hiszen mások is észreveszik, hogy idegen szót használtunk. A szubsztrátum jelenségekkel viszont nem, hiszen nem is tudunk róluk. Az új, módosított, szubsztrátum hatásokat tartalmazó nyelvváltozat persze kialakulása után maga is szimbolikus értékeket vesz föl, s mint minden nyelvváltozat, az őt használó közösség identitásának jelzője lesz. De abban, hogy miért éppen azok az elemek szivárogtak be az új nyelvbe a régiből, amelyek átszivárogtak, nincs szerepe a társadalmi és kulturális értékrendnek. A kölcsönzés és a szubsztrátum hatás különbségeinek ismeretében könnyebb válaszolnunk arra a kérdésre, lehet-e a magyarban kimutatható török hatás a magyar etnikum kialakulásában résztvevő török etnikumok nyelvének maradványa. A honfoglalás előtti Magyar Szövetségnek minden bizonnyal volt török etnikai komponense, ők valóban nyelvet cseréltek, de nyelvük nyomait ma már lehetetlen megtalálni a magyar nyelvben. Ezeket a nyomokat korábban sem a szókincsben, hanem a nyelvtanban, hangtanban, a tükörkifejezésekben kellett volna keresni, amikor még léteztek azok a magyar nyelvjárások, amelyeket a nyelvcserén már átesett, magyar nyelvűvé vált egykori törökök beszéltek, azaz az asszimilálódás után nem sokkal. A szókincsben föllelhető sok száz szó nemigen lehet az ő örökségük, a mai kontaktus nyelvészeti adatok alapján valószínűbb, hogy ezek a szavak a magyarokhoz csatlakozott törökök nyelvcseréje előtt, akkor kerültek a magyarba, amikor a magyar törzsek megismerték és átvették a török nomád kultúrát. A török eredetű elemek tehát már részei voltak annak a magyar nyelvnek, amelyet a később beolvadó törökök átvettek. A kabarból való származtatást ugyanezzel a kontaktus nyelvészeti érvel cáfolhatjuk. Az is meglehetősen valószínűtlen, hogy a korai török elemek nem szubsztrátum hatásként, hanem kölcsönszóként kerültek volna a kabarok nyelvéből a magyarba.
Egyrészt nehéz elképzelni, hogy a többségükben a nomád kultúrához kötődő szavakat a magyarok csak a steppei élet vége felé ismerték volna meg. Másrészt a kabaroknak mind frissen csatlakozott, s ezért a törzsek rangsorában alulálló népességnek nem volt meg a szükséges presztízsük ahhoz, hogy nyelvük ilyen erős hatást gyakorolt volna az akkor már igen erős Magyar Törzsszövetség nyelvére. Azt mondhatjuk tehát, hogy a nyelvészeti érvek valamennyi nyelvcsere elméletet valószínűtlennek mutatják. A mai magyar nyelvben csak nem 400 honfoglalás előtti török kölcsönszó mutatható ki, lásd, Róna Tas és Berta, 2011, s ez bizonyosan még több lehetett a honfoglalás előtt, s tudjuk, hogy a kölcsönzés a szókincsben mutatkozik meg leginkább, viszont alig jellemző a nyelvcsere utáni szubsztrátum hatásra. A Toma és K.O.L. a K.O.L.T. úra 201,4284 szon és Kaufmann által vizsgált esetekhez hozzátehetünk még egyet, amely földrajzi és történeti értelemben is közelesik a magyar honfoglaláshoz, a szlávokra telepedő dunai bolgárok nyelvi asszimilációja után szinte egyáltalán nem maradtak fenn szavak az uralkodó réteg egykori török nyelvéből. Érdemes azonban megemlítenünk, hogy van néhány ismert példa, amely szembe megy az általános szabállyal, néhány esetben az egykori nyelvből nem csak nyelvtani elemeket, hanem nagy mennyiségű szót is tovább örökített a nyelvcserén átesett népesség. A legismertebb a normanok példája, akiknek a nyelvéből több száz szó megőrződött azután is, hogy nyelvet cseréltek. Az ilyen eseteket, minthogy a nyelvileg asszimilálódó csoport szociokulturális értelemben nem alá, hanem fölé rendelt szerepben volt, szuperstrátumnak is szokás nevezni. Ez a különbség igen fontos nyelvileg, úgy tűnik, a politikai és kulturális fölény az, ami lehetővé teszi, hogy az egykori anyanyelvből szavak is jelentős számban őrződjenek meg. Érdemes megjegyezni, hogy a Vámbéri által föltételezett török-magyar nyelvcsere a norman-angolszász viszonyhoz áll közelebb, s nem a bolgár-szláv viszonyhoz. A dunai bolgárok politikailag igen, de kulturálisan nem voltak dominánsak a szlávok mezőgazdaságra épülő kultúrájával szemben, a Vámbéri által föltételezett török vezető réteg viszont értelemszerűen kulturálisan is dominálta volna a szintén nomadizáló ugor nyelvű népességet. A szubsztrátum és a kölcsönzés persze nem zárja ki egymást, sokszor előfordul, hogy a nyelvcsere előtt a később nyelvet cserélő csoport eredeti anyanyelve forrás nyelvként szolgál a másik nyelvbeszélői számára. Közelebb juthatunk ahhoz, hogy a két nyelvi folyamat közötti lehetséges arányt pontosabban megállapítsuk, ha alaposabban megvizsgáljuk a magyar nyelvre gyakorolt török strukturális hatást, akkor kiderülhet, hogy ez a hatás inkább a kölcsönzésre, vagy inkább a szubsztrátum hatásra lehet jellemző, azaz, hogy egy-egy elem inkább a kölcsönözhető, vagy inkább a megtartható kategóriába tartozik. Akkor is, ha sokszor nem tudjuk megállapítani, egy-egy elem melyik kategóriába sorolható. A strukturális hatás vizsgálata ezért is fontos, de önmagában is az, mert a strukturális hatás átfogó elemzése hiányzik a magyar nyelv török elemeinek vizsgálatából. Szokás még egy nyelvtörténeti érvet fölhozni a török-magyar nyelvcsere lehetősége ellen. A magyar nyelv török kölcsönszavai Ligeti Lajos 1986 és Róna Tas András, Róna Tas és Berta 2011 szerint is több török nyelvből, s valószínűleg több török nyelvtörténeti időszakból származnak. Az általuk képviselt s általánosan elfogadott nézet szerint a kölcsönszavak jelentős része R török kritériumot tartalmaz, néhány viszont Z török kritériumot, elég nagy részük egyiket sem, de a jelentésük alapján a hasonló jelentéskörbe sorolható R török szavak miatt ezek többségét szintén R töröknek szokás tartani. Az R törökön belül mindketten két történeti réteggel számolnak. Ez azt jelenti, hogy a magyar nyelv honfoglalás előtti török kölcsönszavai legalább három különböző átadó nyelvből származnak. Ez természetesen lehetséges. Nem árt azonban óvatosnak lennünk a történeti adatokkal, mert a nyelvi heterogenitás könnyen megtréfálhatja a történeti rekonstrukciót végző nyelvészeket. A jelenkori változások vizsgálatából jól tudjuk, hogy egy-egy nyelvi változó legalább két változatot tartalmaz, egy régebbi és egy újabb formát, s ezek akár huzamos ideig adott esetben akár évszázadokig egymás mellett élnek ugyanabban a nyelvben, de akár ugyanabban a dialektusban, sőt ugyanannak a beszélőnek az idiolektusában is. Ez viszont arra is figyelmeztet, hogy a különböző R-török időszakból származtatott szavak a magyarba kerülhettek akár ugyanabból a török nyelvből is, sőt a nomád államszerveződési modellek ismeretében az eltérő nyelv és etnikum nem volt akadálya a szövetség szervezésének, akár azonos törzshöz is csatlakozhattak korábban más-más népességek töredékei, elméletileg még azt sem zárhatjuk ki, hogy a magyarokkal egyetlen egyszerre több török dialektust nyelvet beszélő török népesség került kapcsolatba. Kommunikációs korlátokat ez nem jelentett volna, nem csak a kölcsönösen érthető török nyelveket beszélők számára, az eltérőbb vagy egészen más nyelveket beszélő néprészek számára sem, hiszen a többnyelvűség egykor ugyanolyan természetes állapot lehetett, ahogyan ma is az a világon élő emberek többsége számára. Mindezzel nem akarom azt állítani, hogy a magyar nyelv 10.
Század előtti török kölcsönszavai egyetlen török népesség különböző nyelveiből, dialektusaiból származnak. Mindössze arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy az empirikus adatokon nyugvó nyelvészeti megközelítés nem tudja kétségtelen biztossággal igazolni azt, ami a klasszikus történeti nyelvészet számára megkérdőjelezhetetlen bizonyítéknak látszik. Összegzés. A magyar nyelv 10. század előtti török kölcsönszavainak történeti szociolingvisztikai megközelítése alapján nem zárhatjuk ki, hogy e szavak nyelvcsere után őrződtek meg, ha elfogadjuk, hogy egy politikailag és kulturálisan is erősen domináns török csoportnyelvi asszimilációja után maradtak fenn. Ennek azonban jóval kisebb az esélye, mint annak, hogy ezek a szavak a kontaktus nyelvészeti tapasztalatok túlnyomó részével összhangban kölcsönzésből származnak. A továbblépéshez elengedhetetlenül fontos volna a kései ős magyar, korai ómagyar átadó nyelv és az átadó török nyelvek föltételezett strukturális jellemzőinek összevetése. A török-magyar nyelvcserét föltételező kutatók közül Vámbéri Ármin rugaszkodott el legkevésbé a valóságtól, jelezte, hogy nehezen magyarázható, miért nem cseréltek nyelvet a magyarok, de Zicsivel és Halasikunnal ellentétben nem talált ki védhetetlen történeti hátteret elmélete igazolására. Úgy tűnik, jó helyen tapogatózott akkor is, amikor a török etnikai csoportok fokozatos csatlakozásával és a magyar nyelvű népesség mindvégig megmaradt számbeli fölényével magyarázta, hogy a magyarság nem cserélt nyelvet. Kortársainál sokkal pontosabban látta, hogy a nép kialakulása folyamat és etnikai keveredéssel jár, függetlenül a nyelv folytonosságától. Általában véve is jellemző volt rá, hogy etnográfusi szemléletét rávetítette a nyelvre, s ennek köszönhetően számos vonatkozásban kortársai előtt járt. Lehet, hogy etimológiai javaslatai sokszor tévesek voltak, és joggal illették őket kritikával, de nyelvszemlélete modernebb volt, közelebb állt a mai nyelvészethez, mint azoké, akik a szavakon túl nem látták a nyelvet és a nyelvet beszélő közösséget sem. Jegyzetek. Egy ez a mítosz elsősorban a közgondolkodást jellemzi, az orientalisták már jóval korábban is nagyra becsülték Vámbéri Ármin munkásságát. Vámbéri mítoszmentes életrajzát Hazai György 1976 mára Vámbéri divat előtt évtizedekkel megírta. Új kiadása és Vámbéri műveinek bibliográfiája, Hazai, 2009. 2013. szeptemberében Dunaszerdahelyen kívül Budapesten, Ankarában és Teheránban is nemzetközi konferenciát szerveztek Vámbéri munkássága előtt tisztelegve, ekkorra készültek el az MTA könyvtárának Vámbérit bemutató oldalai, a Magyar Tudomány 2013. augusztusi tematikus száma szintén Vámbérit köszönti. Három ez ugyanaz a folyamat, mint ami a dekreolizáció során lejátszódik. 4a fölismert és a rejtett terminust ugyanabban az értelemben használom, ahogy a nyelvi változásokkal foglalkozó társas nyelvészeti irodalomban szokás, az angol change from above, illetve change from below megfelelői, ahol az above és a below nem a társadalmi státusra, hanem a tudatosság szintjére utal, lásd, Trudgill 1997. És QL a KULTUR a 201,4286 irodalomjegyzék. Budenc József 1871 jelentés Vámbéri Ármin magyar-török szóegyezéseiről. Nyelvtudományi közlemények 10. S. 6735. Gombot Zoltán 1912, Die Bulgaristürkischen Lehnwörter in der Ungarischen Sprache. Memoires de la Société Finno-Ugrien 30. Halasikun Tibor 1990 a magyar-török rokonságról. História 2. S. 8-10. Hazai György 1976, Vámbéri Ármin. A múlt magyar tudósai. Akadémiai kiadó, Budapest. Hazai György 2009, Vámbéri inspirációk. Lilium Aurum, Dunaszerdahely. Hazai György és Fodor Pál 2013, Szerk, Vámbéri Ármin 1832-1913. Tanulmányok Vámbéri Ármin halálának 100. évfordulóján. Magyar Tudomány 8. S. Humfalvi Pál 1856, a Dakota nyelv. Landerer és Hekenast, Pest. Johansson L. 1992, Struktural Faktoren in Türkischen Sprachkontakten. Steiner, Stuttgart. Labov, V. 1994, Principles of Linguistic Change. Internal Factors. Blackwell Publishers, Cambridge, MA. Pusztai János 1977, az ugortörök háború után. Magvető, Budapest. Rónatas A. és Berta A. 2011 Westold Turkik. Turkik Loanwords in Hungarian. Hereszovic, Wiesbaden. Tomason S. és Kaufmann T. G. 1988 Language Contact Creolization and Genetic Linguistics. University of California Press, Berkeley. Tóth Sándor László 1996 A honfoglalás. In Kristó Gyula, Szerk, Árpád előtt és után. Somogyi Könyvtár, Szeged. 43-54.
Ruth Jill P. 1997 bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. JGYF kiadó, Szeged. Vámbéri Ármin 1869 a magyar és török tatár nyelvekbeni szóegyeztetések. Pest. Vámbéri Ármin 1882 a magyarok eredete. Etnológiai tanulmány. Budapest. Vámbéri Ármin 1995 a magyarság keletkezése és gyarapodása. Budapest. Vámbéri Ármin 1914 a magyarság bölcsőjénél. A magyar-török rokonság kezdete és fejlődése. Budapest. Vámbéri Ármin 2008 a magyarság bölcsőjénél. A magyar-török rokonság kezdete és fejlődése. Lilium Aurum, Dunaszerdahely. Zichy István 1939 magyar őstörténet. Magyar Szemle Társaság, Budapest.